Felmérést indítanak majd, hogy kik azok a vállalkozók, akiket érint és milyen mértékben az Oroszországgal szembeni súlyos embargó. Ezek ismeretében olyan útmutatást, beruházás fejlesztési programot tudnak majd nyújtani a vállalkozók részére, amely által nem veszítenek erőt és piacot, fogalmazott dr. Vereckei Zoltán, a Pest megyei és Érd megyei jogú városi kereskedelmi és iparkamara elnöke, aki kitért arra is, hogy Magyarországon a Covid-válság kezelés kiemelkedően sikeres volt. A minduntalan hangoztatott 4,7 millió dolgozó ember azért ezt kiválóan tudja prezentálni, hogy ugyanannyian dolgoznak most, mint a válság előtt, ugyanakkor azt látni kell, és mindenki tudja, hogy nem azokon a munkakörökben, és nem azokon a munkahelyeken. Tehát az a gazdaság élénkítő, válságkezelő intézkedés csomag, amely 2020-at követően a COVID-19 után elindult, az minden tekintetében jól hasznosult. A programon részt vett többek között Nógrádi György külpolitikai szakértő is, aki a Biztonság, Közbiztonság, Üzleti Biztonság című előadásában több más mellett beszélt a migráció és Magyarország helyzetéről. Mit tehetünk az ellen, hogy nyugat-európai állampolgárságot elnyerő migrációs hátterű embereknek tekintsék célországnak Magyarországot? Rendkívül egyszerű. Le kell zárni a schengeni határokat, nem kell beengedni több migráns Nyugat-Európában, zárójel. Ma az Európai Unió 27 államából 5 hajlandó még migráns beengedni, az ukrán helyzet más. Tehát ha kérdés lesz, ezek ténylegesen menekültek, ez egy más kérdés, hogy kik jönnek át, az megint egy más kérdés. A Magyar Honvédelmi Miniszter csapatokat rendelt az ukrán határ közelébe két ok miatt, hogy szűrjük a migránsokat, kettő, hogyha a fegyveres csoportok átjönnének, ezeket a csoportokat le lehessen fegyverezni. A külpolitikai szakértőt sokan kérdezték a háborús helyzetről is. A programon Földi László országgyűlési képviselő is köszöntötte a vendégeket. A vállalkozói fórumon dr. Vince Gábor, a megyei iparkamara főtitkára is részt vett. Beszédében úgy fogalmazott: örömteli hír, hogy egy kormányzati határozat következtében 2018. január 1-től Pest megye levált Budapestről, önálló régió lett. Így jóval kedvezőbb feltételekkel tudnak az uniós kohéziós pályázati lehetőségekre támogatási kérelmeket benyújtani. A magyar kormány 2021. december 30-án benyújtotta az Európai Bizottság részére ezt a partnerségi megállapodás című dokumentumot. Ez fog több mint 9000 milliárd forint sorsáról dönteni és rendelkezni az Európai Bizottság jóváhagyását követően. Itt hangsúlyozom, hogy a magyar kormány ezt az EU-s tagállamok közül az elsők között nyújtotta be az Európai Bizottságnak jóváhagyásra, és várhatóan úgy gondoljuk, hogy az első fél évben ez az Európai Bizottság által jóváhagyásra is fog kerülni. A dokumentumban Pest megye is az úgynevezett kevésbé fejlett régió kategóriába tartozik, és ennek köszönhetően így a megyében élő vállalkozók jelentősebb forrású uniós támogatásokra is pályázhatnak majd.